Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért jó az ember, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, miért lesz gonoszszá, valaki mondja meg, miért nem. Valaki mondja meg, kinek kell hinnem, valaki mondja meg, kinek nem. Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizének. Valaki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt, valaki mondja meg, hol maradt. Valaki mondja meg, hogyan kell élni, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bántottalak már, valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt, anyám azt mondta, hogy boldog légy. De anyám azt nem mondta, miért nem e földön, anyám nem mondta, mondd miért. Jó estét, Vajdaság, jó estét kívánok, kedves nézőink! Valaki mondja meg, miért szép az élet, valaki mondja meg, miért nem. Javában tart a nyár, így ma este egy könnyed, sokszínű műsorral készültünk. Reméljük, önöknek szép lesz ma este. A műsorunkban ma több témával is foglalkozunk. Elsőként a színház lesz a téma, ugyanis a múlt héten Zentán megtartották az első vajdasági magyar amatőr és diákszínjátszó tábort. Ezzel foglalkozunk. Ezt követően egy újabb érdekes téma jön majd. Hallottak már a Magyar Trendi Klubról? Ha még nem, akkor ma este fognak. Itt lesz velünk ugyanis a klub két vezetője, akikkel egyebek mellett arról is beszélgetünk majd, hogyan lehet a magyarságot trendivé tenni. A trendek ellenpólusaként interjút láthatnak Földes Lászlóval, azaz Hobóval, vagy ha úgy tetszik, a 6. X táján és örök lázadóként apostrofált előadó művésszel. Aztán augusztus 19-én és 20-án nagyszabású projektumot valósít meg a Vajdasági Televízió Budapesten. Az Üdvözlet Vajdaságból Európa várja Szerbiát nevű programsorozatról is sok érdekes részletet tudhatnak meg, ha ma este velünk tartanak. Ezzel azonban még mindig nincs vége. Mai műsorunkban mindemellett még az aktuális nyári szemüvegdivattal is foglalkozunk. Természetesen ma sem maradunk zene nélkül, hiszen Barlog Károly az ismert dallamok mellett, amelyekből már hallhattunk és láthattunk ízelítőt, készülő albumának saját szerzeményeiből is előad majd néhányat itt, a Jó Estét Vajdaságban. Ha tetszik a kínálatunk, tartsanak velünk! Szolíd és kedves, és bántják szemét a diszkó fények, na meg a fülét a zaj. Édes 16 éves, s nem sejti még, hogy talán szeretem őt, ezért szeretni hagy. És most kattog-pattog a gondolat, törékeny terveken lépd el az este, s én csak tisztán szeretem. Úgyhogy nem érdekel kis básony teste, csak a belső az, ami érdekel. Az a tiszta szív, amit szeretni kell, amiért harcba indulnék, s vesztesként is büszkén lerogynék.
szorít és nedves, és bántja a szemét. A szobámban a fény, na meg a fülét ez a dal. Édes 16 éves, de jól tudja már, hogy fél szó se kell, hogy ne bírj magaddal. És már kattan a falban a kapcsoló, hangosra nyomja a rádiót. You can leave your head on! Eldől az ágyadon, és a belső már nem is érdekel, csak a teste, a teste, a teste kell. Meg ez az izzadt hadviselés, s már csak attól félhetsz, hogy amit kap, az kevés. És már kattan a falban a kapcsoló, hangosra nyomja a rádiót. You can leave your head on! Eldől az ágyadon, és a belső már nem is érdekel, csak a teste, a teste, a teste kell. Meg ez az izzadt hadviselés, s már csak attól félhetsz, hogy amit kap, az kevés. Barlók Károly a stúdióban, köszönjük szépen a produkciót. Ez saját dal volt. Jól tudom, ugye? Igen. A nyári ifjúsági játékokon volt meghirdetve egy lemezbemutató koncert. Gondolom, hogy ez a dal annak a lemeznek az anyagából származik. Hogy áll a lemez? A lemez a lemezkészülőben van, illetve a lemez az már így magában elkészült. A borító is elkészült valamilyen szinten. Igazából most egy nyomdát kellene keríteni, akik majd ezt így sokszorosítják, illetve nagy mennyiségben kinyomtatják, és azután pedig, miután megtörténik ugye a lemeznek a sokszorosítása is, akkor így összeáll a lemez. Na hát akkor várjuk a jelentkezőket, legyen ez egyfajta felhívás akár. Lehet ez itt a reklám, itt egy nagyon jó zenész, és akkor így lehet jelentkezni. Saját dalt hallottunk, beszéljünk egy kicsit a dalok születéséről. Ha jól tudom, akkor a szöveget is, és a dallamot is te magad írod. Ezek mennyire párhuzamosan születnek meg? Igen. Hát igen, ezek azok a kérdések, amikre mindig másként szoktam válaszolni, mert mindig másként ítélem meg, hogy valójában ez hogy működik. Mondjuk akkor konkretizáljuk erre a dalra. Konkretizáljuk erre a dalra. Tehát valamikor a dal, a Sweet Sixteen, 2005-ben született meg úgy, hogy így egy színjátszó csoporttal voltunk egy ilyen bemutatón, Szorványfesztiválon, és hajnali 5 órakor buszoztunk haza, amikor is az egész busz aludt, és én is az egyik nagyon jó barátom, így hozzátapadtunk az ablakhoz, és végignéztük a naplementét. És tulajdonképpen a naplemente az, ami kiváltotta belőlem azt, hogy ott úgy hirtelen valamit, szóval egy tollat ragadjak, és valamit így leírjak. És nem tudtam, abszolút nem tudtam, hogy mit akarok leírni, és végül ez lett belőle. Mármint a szövege az így született meg. Most a zenéje az pedig úgy született meg, hogy volt egy nagy halom szöveg a fiókba, és akkor, amikor az ember így CD-t akar csinálni, és így például fel akar zenélni 12 számot, de csak 10 van, akkor kihúzza a fiókját, és akkor még keres 2 olyan szöveget, ami rákerülhet esetleg a lemezre, és akkor nekiül, és akkor eszeveszettől elkezd zenésíteni, és nem lesz belőle semmi, aztán elmegy szórakozni, hazaér, és kipattan a fejéből minden. Egyszer egy másik interjúban, egy másik helyen említetted nekem, hogy nagyon sokszor a mobiltelefonod segít abban, hogy rögzítsd a szövegeket. Igen. Hát a mobiltelefon az egy ilyen elengedhetetlen tartozik ennek az egésznek. Mert már hogy... ennek is? Hát ennek is, persze, belefolyik mindenbe, belefolyik a mobiltelefon, egyszerűen nem tudunk megmenekülni a telefon elől már. Hát ez valahogy úgy működik, hogy az embernek nincs mindig alkalma arra, hogy egy papírfesznit kerítsen magának, de mindig ott van a mobiltelefonja, és amikor egy tömegközlekedési járművön zötyög jobbra-balra, és akkor ilyen dolgokat lát, illetve ilyen behatások érik, mert tulajdonképpen nálam arról van szó, hogy ilyen behatások érnek,
amelyek így az agyamba valahol elraktározódnak, aztán pedig így összeállnak, és akkor már egy ilyen egész formában kerülnek ki. Ott a mobiltelefonjas ilyen dolgokat leír. Például részt vettem egy irodalmi diátadáson, ahol benne az udvarban az egyik ilyen kidőlt telefon oszlopot egy létrával támasztották ki, és egy ilyen írtozatosan jó kinéző dolog volt, és tulajdonképpen ebből született meg a Kislányok nagy illatokkal, ami teljesen más téma, de a karó az így ott volt, és akkor tulajdonképpen nek a karónak a sorsát vetítettem át a szomszéd kislányok életére, hogy körülbelül ők is egy létrával vannak kitámasztva, és körülbelül így élik meg a mindennapjaikat. Ugye nem csak saját dalokat játszol, hiszen a műsor elején egy feldolgozást hallhatott és láthatott a nézősereg. Korábban pedig, hogyha információim nem tévesek, akkor énekelt versekkel is foglalkoztál. Ezt a műfaj és sokszínűséget hogyan éled meg? Nagyon lazán kezelem tulajdonképpen, mert hogy amihez így hozzá szeretnék nyúlni, ahhoz hozzá is nyúlok, és ezek lehetnek teljesen egymástól távol eső műfajok, szóval szerintem kevesen hiszik el, hogyha most azt mondom, hogy elektronikus zenét is szoktam készíteni. Mert hogyha valamiben látok valamilyen fantáziát, akkor igenis leülök is, és valamit csinálni akarok belőle, már így a természetemből kifolyólag. Erről az albumról sem hiányozhatnak az énekelt versek, mivel hogy hát egyszerűen, hogyha az ember 10 éve foglalkozik vele, akkor most így nem mellőzheti, illetve nem teti félre egy kicsit, hogy na bocs, hogy ezek most saját szövegek, meg saját zenék lesznek. Bepofátlankodnak ezek az énekelt versek mindenhová, és muszáj előadni őket. No hát azt, hogy az elektronikus zenéid milyenek, azt nem fogjuk megtudni ma este, viszont Kareszt még hallható és látható lesz a műsor további részében. Most azonban a folytatásban következzék egy másik művész. Egy olyan ember, aki a 6. X-táján és örök lázadóként apostrofált előadó művész. Földes László, azaz Hobó, aki az idei nyári ifjúsági játékokon előbb József Attila estével, majd együttesének koncertjével szórakoztatta a közönségét. Mi a József Attila est után kaptuk mikrofon végre. Négy kézlám másztam, álló Istenem lenézett rám, és nem emelt fel engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet úgy van velem, hogy itt hagyod magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom, mosolyogva várom. Mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tátongó világon. József Attila estel szórakoztatta a játékok közönségét. Mik a legfontosabb kapcsolódási pontok ön között és József Attila között? Egy kapcsolódási pont van, hogy én alázatos szolgája vagyok a mesternek. A lázadást is említette több helyen interjúkban, hogy az is közös önben és József Attilában. Nem tudom, hogy ezt így említettem-e, de hát őtől sokat tanultam, és ő nem nagyon nyugodott bele abba, ami neki nem tetszett, és én sem nagyon nyugszom bele, ha ez lázadásnak számít. Ez a lázadás, ez mennyire erőteljes manapság? Hát, hogy mivel én ezt úgy gondolom, hogy abban, ami nem tetszik, az ember nem nyugszik bele, semmit sem változott. Tehát, én 30 éve játszom ebbe a zenekarba, és azóta vagyok színpadon, és semmit sem változtam, vagy nem a gondolatvilágom, vagy a még inkább az érzelemvilágom, és a tűrőképességem az nem változott. Ma sem vagyok türelmesebb, vagy türelmetlenebb, mint voltam mondjuk 68-ban, vagy 82-ben. Semmit nem változott. Az ember mindig a hatalom ellen megy, hogy egész pontosan fejezem ki, tök mindegy, ki a hatalom. És ez miért fontos? Hát mert a hatalom teszi tönkre az embereket, meg a kultúrát. Tudatosan vagy ösztönösen? Hát ezt... Szóval arra, hogy valaki hülye, arra nincs mentség. Szóval nem hiszem, hogy tudatosan. Nem ismerik fel ennek a jelentőségét. Magukkal vannak elfoglalva. Mindig így volt. Ezt a széket odább tolni, vonat elé
az a fajta kultúra, amit ön képvisel, mennyivel megtűrtebb most, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt? A politikai értelemben semmiféle kontroll nincs, de ha arra gondolok, hogy ami folyik a kultúrában, mondjuk a média által, meg a kereskedelmi televíziók, hogy hova züllött a filmgyártás, vagy a színház, vagy színházművészet, éppen hova züllik a zenés színházak irányába, vagy a rockzenéből mi lett, vagy a költészetből mi lett, akkor azt mondom, hogy a Hobo Bluesman, és a Hobo Bluesmantől függetlenül én, vagy azzal együtt én ma ugyanannyira szembeállunk a trenddel, mint az. Csak ez nem politikai trend, hanem kulturális trend, ez tök mindegy, mert tehát nem mindegy, mert azért jó, hogy nincs egy politikai terror, de az ember hát ne nyugodjon bele abba, hogy majd mások eldöntik, hogy milyen gitárszóló legyen a felvételem, mert akkor nem játssza le a kereskedelmi rádió, hogy én milyen szövegeket írjak, és milyen legyen a lemezborító, vagy esetleg a frizurám, vagy a szakállam, nem beszélve a társaimról. A fiatalok mennyire nyitottak ezek iránt, a dolgok iránt, amiket önök képviselnek? Ezt nem tudom, mert amit mi csinálunk, az nincsen a fiataloknak irányítva, hanem senkinek sincs irányítva, hanem minden nemzedékből, ahogy a 3 évtized eltelt, mindig jöttek annyian, hogy lehetett tovább csinálni. Volt, amikor 100 000-eknek játszottunk nagyon sok embernek a 80-as években végig, 90-es években, ez különösen 90-es évek végén ez lement, és most ismét emelkedőben van. De az igazság az, hogy én nem igazán erre figyelek, hogy most ezt hogy fogadják, még mit kéne csinálni, hogy jobban fogadják, egyáltalán nem figyelek erre. Saját fejem után megyek, és nem elemzem azt, amit csinálok, mert én alkotó szeretnék lenni, nem esztéta vagy kritikus. Morzsámra madarat várni, rossz kenyerem földhöz vágni, jó szeretem megríkatni, kicsi húgát ölve kapni, s ha világ a számadásom, úgy itt hagyni, hogy ne lásson, úgy itt hagyni, hogy ne lásson. József Attilával élve, a kultúra mennyire hull le rólunk? Hát nagyon hullik éppen. Szóval nagyon hullik. Ilyen még velem nem fordult elő a pályafutásom során, és én játszottam több mint 700 József Attila estet már, hogy valaki a cigaretta csikket az orrom elé pöckölje az előadás alatt, miközben verseket mondok, szóval ez még nem fordult elő. Föl is vettem a cigaretta csikket, és elviszem magam haza, és elteszem. Bedátumozom, és elteszem. Egy örök emlék nekem, ez egy nagyon nagy jelzés, hogy valaki a nagyon fáj című vers alatt oda pöcköl egy ilyet. Ez nagyon fáj. Nem fáj olyan nagyon, ez nem szabad, a vers fontosabb, mint az, hogy ezt oda pöckölik. Tehát ezt a cigarettacsiket az előadás után mentem, és vettem magamhoz, és utána a nagyon fáj után még mondtam több verset, és nagyszerűen fogadták, kitűnő közönség volt. Csöndben nyitott lélekkel hallgatták, és fényes szemekkel. Az más kérdés, hogy hátul diszkózene dübörgött, és ez bizonyos versek előadását lehetetlenítette, nevezetesen mondjuk a Kései Siratót, azt nem tudtam volna ilyen körülmények között elmondani, nem is mondtam el. De ez már nem az én felelősségem, hanem a rendezésé, és hát úgy láttam, hogy az emberek nagyon mélyen benne voltak az előadásban, ennél többet pedig én nem is szabad remélni, és én boldog vagyok, hogy eljöttem ide, és nem veszi el a cigarettacsik a kedvemet, csak egy jelzés, hogy merre tart a világ. Vidám és jó volt stárkonok, ha bántották vélt igazában, szeretett enni, s egyben másban, Istenhez is hasonlított, bárom, bárom. Egy zsidó orvostól kapott kabátot, és a rokonok úgy hívták. Többit ne lássam, többit ne lássam. La 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 la. Várom, várom.
vallásban nyugalmat nem lel, csak kaput. Országos volt a pusztulásban, no de ha, ne búsuljatok. A vén díványon hentereg a nap, magával hozta erdők illatát, s kinek örömből semmi sem maradt, vidultan nézem, én kapott diák. Hogy nyújtózik, milyen kacér hamis, arany hajával elborítja arcom, és csókja éri, rezgő ajkam is, ölébe békén várva főmet hajtam. Ó nap, csókodó életre kelt, ha simogat, sejem hajad, még élek. Rossz idegem új ösztönökre lelt, maradj örökre, éjszaka lesz, félek. Az ének oly riasztó árnya van, s ó, jaj, nem gyújthatom fel önmagam. Ó, az ének oly riasztó árnya van, s ó, jaj, nem gyújthatom fel önmagam. Köszönjük szépen a produkciót Károlynak, és hát látható, hogy nagyon stílszerűek voltunk, hiszen egyrészt ugye énekelt vers volt, amiről beszéltünk, másrészt ugye Hobóhoz kapcsolódóan József Attila vers, tehát ennyire aktuálisak vagyunk. Well, they took some honey from a tree, dressed it up, decoded me. Everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby now. Wake up last night, half past four, 50 women knocking at my door. Everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby now. Walk a blessed night, means too late for a home and a night is late. Everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby now. Everybody's trying to be my baby now.